Ez egy érdekes variáció lesz. Én ennél egyszerűbb megoldást tudok. Mindenkit, aki illegálisan jött, vissza kell küldeni. Nincs vita, nincs kvóta, nincs különböző korábbi szerződések a menekültstátuszra és egyebekre. Ez nem erről szól. Egy háborúban nem úgy mérlegelünk, ahogy egyébként egy békés jogállamban meg lehet tenni. De a békés jogállamban is úgy mérlegelünk, hogy aki a jogot megsérti, annak következménye van. De én ennél tovább megyek. Azok a másod-harmad generációs ifjak, akik beálltak abba a sorba, hogy az iszlám állam seregét alkotják, és már Európát is veszélyeztetik ezzel, nem csak őket, hanem az egész családjukat, úgy mondjam, eltávolítanám az Unióból. Mégpedig azért, mert a család visszatartó ereje gyakorlatilag úgy tűnik, hogy semmilyen módon nem érvényesül. Lehet, hogy nem értenek egyet azzal, hogy a fiaik, lányaik mit tesznek, de nem tesznek érte, hogy megakadályozzák. Márpedig ők itt Európában Európát kell, hogy védjék, akármilyen származásúak is, mint európai állampolgárok. Tehát ennek a konzekvenciája, ráadásul egy háborús helyzetben, még súlyosabb, mint a béke esetén. Tehát amíg nem hozunk drasztikus intézkedéseket, addig semmiféle megoldás, sorkatonai szolgálat, nőképzés és egyéb nem a kivezető utat jelenti, hanem egy elfogadását annak, amit nem lenne szabad elfogadni.